Az én távozásomnak csak is a férjem az oka. Összetartó család vagyunk. Ha lehet olyat kérni, ne gyűlöljetek. Érzelmekben gazdag másfél órás sajtótájékoztatót tartott szerdán Szegeden Dusev Janis Natasa, aki minden újságírói kérdésre válaszolt. Az EDR Démán színeiben háromszoros olimpiai bajnok lesz, és először is köszönetet mondott Magyarországnak, a MOB-nak, a hazai kajakkenő szövetségnek, minden korábbi edzőinek és csapat, valamint klubtársainak, valamint a szurkolóknak is, hogy 12 évvel ezelőtt befogadták és segítették a céljai elérésében. Natasa elmondta, nem örül annak, hogy a magyar szövetség vele kapcsolatban egy 150 ezer eurós kivásárlási árat állapított meg, hiszen nem tartja magát árucikknek. Bízik abban, hogy a szerb és a magyar szövetség meg tud állapodni egymással. Mindig van B-terv, amit mondtam, de igazából rosszul esne nagyon. A sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a Szerbiában remek állásajánlatot kapó Andró Dusev a bizonytalan tényezők miatt még nem írta alá a szerződését. Az sem zárható ki, hogy ha a magyar és a szerb szövetség nem állapodik meg egymással, akkor a kiváló kajakos férje hazájában, Bulgáriában köt ki. Natasa szerint a váltásnak nem anyagi okai vannak. Nagyon-nagyon hálás vagyok, és minden, amit elértem eredményt, vagy elértem valami magasabb fizetést, az szerintem más országban soha nem fogom megkapni. Bárhogy is alakul a sorsa, a szegedi életét nem adja fel véglegesen. Én remélem, hogy mindig is szegedi fogok maradni. Igazából ez egy 12 év, hát persze, hogy szegedi vagyok. Natasa jövőjével kapcsolatban tehát még mindig vannak kérdőjelek, csak az az egy biztos, hogy nem Magyarországon folytatja a pályafutását.